Mindenkit köszöntünk, aki hajlandó együtt ünnepelni velünk Galambos Erzsi 90. születésnapját. Isten éltessen, és ezt a rózsát elmartam a sarki virágostól, azért, hogy egy kis friss rózsád is legyen. Köszönöm szépen, és ide teszem, biztos jól áll az nagyon jól áll. Nagyon sőt, jól ha így hátul is eltakar, és akkor nem látszik, hogy 90 éves. Múltam vasárnap. Sehogy nem látszik. Annyit szeretnék mondani, hogy sehogy nem látszik. És ez nem egy ilyen udvarias gesztus, hogy ha már ide fáradtál, akkor azt mondjam, hogy egyáltalán nem látszik, hanem hogy el akartam neked mondani, hogy hajlandó lennék itt most szerződést kötni az Úristennel, vagy bárkivel, aki a sorsunkért felelős, hogyha 90 éves koromban így ülhetek valakinél egy tévéstúdióban, akkor minden rendben van, mindent aláírok most. Úgyhogy szeretnék ott tartani 90 évesen, ahogy te. Annyira jól vagy, mint amennyire jól nézel ki? Vagy... De, jól érzem magam, és meg vagyok elégedve a családommal, a színházammal, és saját magammal. Hát a mellékkörülmények, hogy van ez a járvány, ezt gyűlölöm, utálom, halálfélelmem van, nem mozdulok ki otthonról, ide eljöttem, mert garantálták, hogy senki rajtunk kívül nem lesz. A csíramentes környezetet megpróbáltuk garantálni. De a születésnapom sajnos nem úgy zajlott le, ahogy szerettük volna, mert a József Attila Színházban a Nemcsák Károly igazgató úr egy óriási gálaműsort szervezett nekem. És amikor aztán így emelkedett a fertőzöttek száma, akkor azt mondtam, na, hogy ennyi, most nem tartjuk meg a születésnapomat, mert tánckar, énekkar, mindenki lett volna, tudod, és hátul valaki egyet prüszköl mögöttem, hát én ottan elájulok is. De a közönség is egy, kettő, mozgba, nem olyan, három, utána bankett lett volna. Hát az, hogy nekem egy születésnapom van, sok-sok emberrel, baráttal, és nem tudom megölelni, és nem tudnak adni egy puszit, eltettük márciusba. Én írtam a Jóistennek, hogy elegem van ebből, hogy legyen szíves, és intézkedjen, és levélbe, hosszú levélbe, és hogy márciusba tessék befejezni. Már nekem ebben elegem volt, és nem csak nekem, hanem azt hiszem az egész világ nevében írtam. Nagyon remélem, hogy hatásos levelet írtál. Nagyon jó a szemüveged, a születésnapi szerzemény. Nem, ezt úgy vettem. Neked mindig nagyon különlegesen jó ízlésed van, mert el vagyok ájulva a Bird Jacket-től. Igen. És a fülbevalótól. Öreg asszony, nem vénasszony, tudod? Azon viccelődtünk, amikor jöttél be, hogy annyira jó a nadrágod, de most nem a tépet farmeredbe jöttél. Tényleg van tépet nadrágod? Van. Örökölted az unokától? Nem. Kérlek szépen, gondoltam azt, hogy hát mindenkinek van. Az én testvérem az külföldön él, és ott a 90 éves nők rózsaszínben járnak hát, meg. Nézd a királynőre, ne viccelj! A királynő több, mint 90, és soha más, mint világos pasztelt nem látsz rajta. Hát, mert van ízlése. Na, de te meg fekete vagy, ami, mármint, hogy fekete holmit vettél föl, mert fekete bőr, fekete... De hát ez a divat, a hát fekete. Abszolút, hát abszolút. A fekete és téged nem is öregít. Ja, gondoltam, hogy fölveszek egy fehér, de hát a fekete pulóver is a divat. Érted? Tökéletes, nem? Engem mindig a Szegvári szokott meginteni, hogy miért vagyok már megint varjúnak öltözve, és legalább egy fehér sálat tegyek a nyakamba, és anyukám is édes, anyukám, ameddig élt, és mindig ezt mondta. Egyébként nem mondtam neked, amikor idehívtalak, de hogy az a tervem és a titkos vágyam, hogy egy sorozatot indítok veled, egy Életerő című sorozatot, és te vagy a nyitószáma az Életerőnek, és hogy az összes olyan 90 környéki ismerőst, barátot, művészt, alkotót, aki egyébként tökre olyan, mintha nem 90 lenne, hanem 50, mint te,
azt abszolút meg fogom ide hívni azért, hogy kapjunk egy kis perspektívát, hogy úgy is lehet élni, ahogy te élsz például. Köszönöm a megtisztelést, itt a helyem. Ja, abszolút itt a helyed. Figyelj, azt tudom, mert végignéztem, amikor készültem erre a beszélgetésre, és a Kalmár Tibor beszélgetett veled a Spinózába bejátszásokkal, ezeket egy kicsit irigylem, ezeket a bejátszásokat, mert szerintem boldogan néznék a mi nézőink is, de közben pedig ott annyira jópofa fordulatokat hallottam tőled a gyerekkorodról, de azt is láttam, hogy annyira allergiás vagy, ha a gyerekkorodról beszélsz, hogy kérdezhetek én olyat a gyerekkoroddal kapcsolatban, hogy az egy jó ízű gyerekkor volt? És hogy nem. Te nézz oda, azért, mert nagyon sokan megkérdezik, hogy a laknál most eszembe jut, hogy megkérdezték, amikor 89 voltam, 87, hát kit érdekel az, hogy én velem mi történt, amikor 6 vagy 7 éves voltam. Nekem katasztrofális volt a gyerekkorom. Háború. Uh-huh. Háború. Tehát én többet voltam légópincében, mint iskolában. És megéltétek? Mert azt gondoltam, hogy a gyerekeknek a kedélyét, főleg ha nem egyedül vannak, hanem bandázhatnak egy házba, hogy ez nem zavarja olyan nagyon. Téged nagyon zavar? Nagyon. Tehát te féltél? Nagyon. Hát te nézz oda, annyiszor lemenni a légópincébe. Nekem egy világtalan nagymamám volt, azt ne cipelni, az öcsém kicsi volt. Akkor a bátyám fogságban volt, tehát katona volt, és aztán végül orosz fogságba került. Hát mondom, följöttünk, alig, hogy följöttünk, és újra le kellett menni a pincébe. Én azóta is lámpafénynél alszom. Tényleg? Én azóta is lámpafénynél. Nem tudok sötétbe aludni, mert annyira megszoktam, hogy az egész gyerekkoromban, ugye, hogy lámpa, hogy megtaláljam a ruhát, föl tudjam venni, és gyorsan tudjunk lemenni a pincébe. Nagyon rossz gyerekkorom volt. De hát nekem, ami más gyereknek, ami most az unokámnak, vagy az én lányomnak megadatott, hogy bejártuk a világot, hogy olyan karácsonyok voltak, mint amilyen most lesz, vagy amilyen tavaly volt. Nagyon szeretem a karácsonyt. Igen? Imádom, én díszítem a karácsonyfát napokon keresztül, húsvétig meg is tart én. Sajnálom lebontani, meg úgy meg is szoktam, olyan jó háttér, tudod, mindig a fotóznak, hogy odaállok, és hogy csillog, villog, emeli. És már megvetted? Már nekem tavaly rendes karácsony volt, de nem bírom elviselni, meg magamon se a hanyatlás, és úgy ment össze, és olyan nyomorult lett a karácsonyfa, sok díszekkel, és maga az úgy ment össze, és úgy nem, azt mondtam, hogy soha többé nem kell. Eddig is műfám volt, érted? Gyönyörűen fel, tényleg napokig díszítem. És fenyő illattal befújod, vagy nem, hanem van egy nagy vázám, és abba veszek igazi ágakat. Igazi ágakat, aha. És akkor az adja az illatot. Nem bírod te a hanyatlás fogalmát? Nem. Ezért aztán ellen is állsz neki. Tehát kifejezetten idegesít ez a 90 év. Remélem meg fogom szokni, de hát utálom. Dacára annak, hogy úgy nézel ki, mint aki 30-al kevesebb, ugyanúgy beszélsz, mint bármikor, hiszen elég régóta ismerjük egymást. Tehát, hogy nem látszik semmilyen jele a 90-nek, azon kívül, hogy mondod. Ennek dacára utálod? Mit utálsz benne? Igen, mert azelőtt elég volt, ha odaálltam a színházba, hogy elsminkelni, odaálltam, pikpüty is már kész is voltam. Tudod, ma reggel hány órát készültem? Másfél órát, hogy így nézek ki. Meg is van az eredménye, mert úgy néz ki, mintha mit sem történt volna. Kicsit ki van húzva a szemed és kész. Igen. Te húzod ki a szemedet? Mindent én húzom ki, de a szememet is. Azt akarom mondani, hogy nálam a tehetségemnél a hiúságom a legnagyobb. Azt mondtad nekem a telefonban valamire, hogy még a szemetet is sminkbe viszed le. Természetesen. És ez komoly dolog? Igen, igen, igen. De hogy mondjam, a kutyát úgy viszem le sétáltatni, amikor én viszem le. Úgy megyek le a közértbe, úgy megyek, szembe van velem a patika, úgy megyek a patika. Soha nem lehet tudni, hogy ki jön. Esetleg a... Hát hogy a fenébe? Hát ha jön egy gyönyörű szép férfi is, letérdepel elém, és azt mondja, galambos Erzsi, nem számít, hogy 90 éves, imádom magát, na, és akkor nem úgy nézek ki, mint ki kellene. Mint ahogy kell, igen. Hát persze, kérlek szépen, éppen minap kaptam egy levelet,
már nem tudom, itt közel Romániában, itt közel valamelyik országban. És kérlek szépen, hogy küldött két fényképet, az egyik a My Fair Lady-ről, a másik meg egy 10 évvel ezelőtti, mert szegény azt hiszi, hogy most is úgy nézek ki. És hogy küldjek, mert én a kedvenc színésznője vagyok, és valahol összefuthatnánk. Ez nagyon jó hír. És? Összefuthatnánk, azt mondja, egy 17 éves hódolója, mondom, majd megírom neki, üdvözöl a déd nagymamád. Azért ezt fogásnak nevezem, a 17 éves, na, az valami. Igen. Nagyon gratulálok hozzá. Hát ezt most gondoltam, hogy behozom, csak elfelejtettem, mert a 90 évnek is vannak jó oldali, elfelejtek dolgokat. Szuper, egyébként szuper. Maga a tény, az nagyon, azt ajánlom, hogy ne felejtsd el, mert derűt fog okozni bármelyik pillanatban, hogyha eszedbe jut. Ez nagy büszkeségre adhat okot szerintem. Egy ilyen 17 éves hódoló. Figyelj, azt akartam veled megbeszélni, hogy a gyerekkort akkor ezek szerint nyugodtan kihagyhatjuk. Te honnan számítod magadat valakinek? Mikor érezted meg, hogy te rád figyelnek, hogy hatásod van? Hogy mikor hitted el magadnak, nem hogy valaki mai napig vagy? Te én, hogy mondjam, a szemtelenségemmel, a pofátlanságommal értem azt, én gátlásos vagyok, most már elmerem mondani. Én nekem soha nem hittem el, hogy sikerem lesz. Amikor a mai napig valaki azt mondja, amikor azt mondom, kérek fél kiló cseresznyét, kérek fél kiló körtét, kérek fél kiló szörlőt, és akkor azt mondja, jaj, kedves művésznő, megismertem a hangjáról. Én a mai napig nem hiszem el. De most ezt én nem azért mondom, mert itt a tévében beszélgetünk. A mai nap véletlenül sikerült. Véletlenül sikerült. De hát nem is úgy élek. Mindig is szerettem volna sztár lenni, de soha nem voltam az az igazi sztár. Hogy ne lettél volna? Hát mert én úgy érzem, hogy nem voltam, de ez nem baj. Én az a típus vagyok, mint a tojás, tudod? Mi van a tojáson? Hogy tojás kerül, az ember bekerül a tojásba, vagy nem kerül be a tojásba. Érted? És, de lehet karikát is mondani, hogy bekerül. Nekem mindig 3-4-szer kellett körbefutni azért, hogy valami sikerül. Egy, amire nagyon büszke vagyok, hogy soha egész életemben nem kértem szerepet. Mindig kaptam, mindig. Ez büszkeség, hogy kaptam. De aztán, hogy ezt hogy élem meg. Nem volt olyan, hogy megérezted, hogy sztár vagy? Nem. Jézus Mária. Nem. 70 éves pályafutásról beszélünk. Hát igen. Na mondok neked egy emlékedet, felidézem, amit én tőled hallottam a Kalmár Tibor műsorban szerintem, amikor arról beszéltél, hogy volt egy Latki Edit nevű művésznő, igen, akiről én már ugye nem is hallottam. És ő volt a sztár, akinek te beugrottál a szerepébe, mert megbetegedett. Igen. És akkor te egyet kértél az Operett Színház igazgatójától. Hogy a sztáröltözőbe öltözhessek, igen. És annak az örömét is elvették a hülye kolléganőim, a tánckom, így a tánckarba öltöztem, és azt mondták, hogy lent van a Latki Edit a portálnál, mert április 1-én ugrottam be, tudom. És erre mondtam, hogy az lehetetlenség, és a Fényes Szabolcs azért nem éven. Ő volt az igazgató, a Fényes Ő volt Szabolcs. Akkor, igen, hát fantasztikus ember volt, fantasztikus, csoda a Szabolcs, az olyan volt, aztán később mi nagyon-nagyon jó. Én a tánckarában dolgoztam, és amikor beugrottam, azt fölhívott otthon telefonon, és galambos művésznőt keres, apám vette fel a telefon, galambos művésznővel szeretne beszélni a Fővárosi Operett Színház igazgatója. Kapcsolom, és erre az apám, Böske, telefon! És azt mondta, anyám pedig, mit csináltál? Jézus Máriám, mit csináltál? Ki fognak rúgni a tánckarból, meg minden. És mondtam, tessék, én vagyok, azt mondja, tessék bejönni a színházba, mert megbetegedett a Latki Edit. Na most miután az énekek, én bent voltam a darabban, mint tánckar,
énekeket, a táncokat tudtam, tehát csak a prózát kellett bevágni, és akkor elég jól sikerült. És az anyám ugye ott épte a jegyeket, és kérdeztem tőle a végén, anya, hogy tetszettem neked? És erre megszólalt az apám, azt mondja, ugyan hagyjad az anyádat. Ahányszor kijöttél a színpadra, elkezdett bőgni, semmit nem látott is. És utána Szabolcsnak szóltam, hogy most már nekem akkor ebből a tánckarból elég, és igényeim voltak. Ja, megkérdezte, hogy mik az igényeim, és én nem tudtam, hogy az igényre azt kell mondani, hogy ennyi pénz, meg annyi. És erre mondtam, hogy szeretnék a sztáröltözőbe öltözni. Ez volt az igényem. És megkaptad? A sztáröltözőt meg. Aztán később sokat öltöztem ott. Semmit nem jelentett. Miért nem jelentett semmit? Akkor se érezted úgy, hogy nem, hát sztár lettél egy csapásra? Kijöttél a karból? Igen, én akkor elszerződtem a Royal Revue-be, mint táncosnő. De a Feleki Kamil csinált velem egy jelenetet, akkor már úgy kezdtem följönni. De hát az egész Royal Revue-be az volt, ami mostani Madách Színház. Aha. Ami egy csodálatos dolog volt, mert ott találkoztam a Karádi Katil. Na most miután én az Operett Színházban nőttem fel, anyám ugye ott volt. És hegykeségből hagytad ott őket, nem? Igen, mert azt mondtam, hogy ha én nem kapok feladatot, akkor én tovább nem akarok a tánckarba menni, mert erőszakosságom az volt. Igen. Hát hogy a fenébe? És a csodálatos Fényes Szabolcs azt mondta, hogy menjél vissza a balettba ugrálni? Nem, azt mondta, hogy nem tudja az igényeimet teljesíteni, nagyon úri módon. Pedagógiai okokból mondta ezt? Nem, hát ki volt akkor a Galambos Erzsi, bocsánatot kérek. Hát aki megoldott egy beugrást egy akkori sztárral szemben. Ez a mai nap sem, ha beugrik valaki, hallasz arról, hogy ez vagy az beugrott? Nem, én nem figyelem minden rezdülését a színházi életnek. Igen, de akkor se, annyira kis pont voltam, hogy lényegtelen. Nekem volt jó dolog a Royal Revue. Én a Verebes Karcsi anyukájával táncoltam együtt, képzeld el. Tudod, milyen gyönyörű nő volt? Ilyen vékony, olyan combja volt, hogy a hónalján jött ki a combja, a tűzvörös hajával. Hát, hogy mondjam, annyira jóba voltunk, egymás mellett táncoltunk. Igaz, hogy nálam ő magasabb volt, de hát isteni volt, és mentünk mindig a Széchenyibe fürödni, és akkor jött már, akkor ilyen pici volt a Verebes, ilyen pici volt, és azt mondta, te úgy bemennék egy kicsit úszni, vigyázol a gyerekre? Hát mondom, persze, és úgy ide kaptam a Verebes, rögtön lepisít, na mondom, ez a nap is jó kezdődik. Hát így. Ezt a sztorit soha sehol nem hallottam még a Verebestről, vagy hogy mondják ezt? Igen, lepisírt a Verebesnek. Én szoktam neki mondani. Hát ő biztos tudja, csak hogy még hát nyilvánosan nem hallottam. Hát olyan pici volt, hogy nem emlékezett rá. Visszatérve a Karádira, a Karádi az mély benyomást tett rád? Nagyon kedves nő volt, igen, nagyon kedves nő. De hát, néni volt hozzád képest? Tessék? Néni volt az akkor. Hát egy kislány voltál, ő meg egy asszony volt. Nekem egy, te ide hallgass, én imádtam gyerekkoromban moziba járni. Imádtam. De hát ezt már lenyilatkoztam, hogy vasárnaponként körbe szaladtam a gangot, Dembéczky utca 4, 3. emelet, körgang, udvari lakás, és mindenben becsöngettem, 20 fillérén mosogatok, 20 fillérén. Annyira nyomorban éltünk, érted, hogy akkor nem volt az, hogy azt mondta anyukám, hogy na gyere, itt van zseppénc. Nem, abból éltünk, ami anyám tépte a jegyeket, szóval. És édesapád meg portás volt? Portás volt az Arizonában, de az akkor már megszűnt, érted? Amikor én, ez már háború után mosogattam én körbe a házat. Ja, már a forint idejében. Igen, azért igen, volt 20. Igen, és, igen. És felfogadtak 20 fillérért mosogatni? Hát mindenki örült, hogy 20 fillérért, Galambos Böske mosogat 20 fillérért. Aztán volt úgy, hogy már bejelentkeztek, hogy akkor várunk. Na és én akkor mozikba jártam, elmentem 20 fillérért. Annyira szerettem mozikba járni, képzeld el, hogy anyukám elment délutáni előadásra a színházra, és azt mondta, hogy vigyázz a vak nagymamára. Mondtam, jó anyuka, de közben elmentem, és elvittem a vak nagymamát moziba.
A Damjanich utcai mozgó képszínházba, a férfi hűséghez. És kérlek szépen, akkor páholyt vettem, nem elő a padon ültem, mert és így néztem a filmet, így a padról. És akkor 40 fillérért vettem egy páholyt, érted? És mondtam, hogy kivételesen tessék megengedni, hogy ne a földre üljek, hanem... És mondtam, ugye nagymama, milyen jó férfi hűség. Én soha életben nem kaptam ki. Engem nagyon-nagyon szerettek. És a nagymama, mint egy rádiójátékot végigélvezte a és képzeld, akkor, amikor azt mondta, hazajött anyukám meg az apukám, és mi még nem voltunk otthon a moziból, mert két eladás közt hazajött valamiért, nem tudom. És azt mondta, hogy Bözsi, nem vagy normális. Elviszed a világtalan nagymamát a moziba, de most úgy belegondolok most. Azért képzeld el. Hát azért, na most hát ott kérlek szépen, ugye ezek a Karádi Katalin, a Jávor. A Jávorral aztán később, amikor hazajött, játszottam is. A Karádi Katalin a mezeivel játszottam, a Liliumot. Hát meg ezek az, meg a Fred Astaire, Ginger Rogersért, tehát hát az... De velük nem játszottál sajnos. Sajnos nem, de hát nem baj, játszottam itthon számomra elérhetetlen nagy művészekkel. Hát képzeld el azt, hogy megyek a folyosón, és azt mondja a Karádi Katalin, hogy szerbusz, édesem, és ilyen árpés illat, és mondtam, egy kicsit megszagolhatom, mert annyira finom árpés illata volt, és a Feleki Kamillal pedig egy majom számunk volt. Be voltunk költözve majomnak, és két pici majom is volt velünk, és azokkal... Valódi majom? Valódi. Ezeket csinálták, kérlek szépen a majmok. És a Karádi majd megőrült, gyere be, mert aztán annyira megszeretett a majom, hogy vagy a hátamra, ilyen kicsi, de aranyosak voltak. Úgy énekeltünk, úgy táncoltunk, hol a kezét fogtuk, hol a lábát fogtuk, szóval gyere be egy kicsit a majommal. És akkor bementem, és kérdezte, hogy élek meg, mint hát, és hát borzalmas egyszerűen öltöztem, mert anyukám varta a ruháimat, azt képzeld el, hogy akkor az milyen. Egy harisnyánk volt anyukám, amikor hideg volt, és én este elvittem mondjuk a kismanyi vacsorázni, mert mindig éhes voltam, akkor anyukám levette a harisnyáját, ő ment harisnya nélkül, én meg elmentem a harisnyával. Na de ez nagyon jó, hogy így. Nagyon jó, hogy ezt én így éltem meg. Nagyon jó, mert azóta is nagyon-nagyon megbecsülöm a pénzt. Tehát, tényleg? Igen. Éppen akartam kérdezni, hogy mikor kárpótolt téged a sors? Tehát mikortól kezdett neked jól menni? Arra emlékszel, amikor magadnak vettél valami nagyon drágát? A Csendes Otthon filmbe. Igen? Igen. Ahol elfelejtettem, mert már régen forgattunk, azt mondtam, tessék mondani, nem kapnak egy szerepet, hogy megtanuljam előre? Meg a szerződésem is nem volt, és 3200 forintot kaptam a Csendes Otthonért. És akkor elmentem, és azt mondtam, hogy most is kérdezte az anyukám, ennyi pénz, 3200 forint, 57-ben, ne, azért akkor sem volt olyan nagyon sok pénz, mert akkor forgattuk a Csendes Otthont. És azt mondta anyukám, ennyi pénz, és mit akarsz venni magadnak? Mondom, nem tudom, de valamit biztos. Ugye hát, de már innen, amikor már én az Operett Színházban voltam, meg a Royal Revue-ben voltam, meg a Budapest Varieté-ben voltam, akkor az már nekem az egy nagyon jó étel, nem, nagyon jó élet volt. Tehát én akkor... Úgy éreztem magam, azt mondják, hogy ha kiugrik valaki a repülőgép ejtőernyővel, akkor valamilyen megfoghatatlan valamibe úgy beugrik, és az olyan nagyon finom. Hát én így éreztem a mai napig is a színpadon, mert a színpad engem körbevesz valami olyan burokkal, amiben nekem bajom nem történhet, csak jó. Ez egy nagy adomány az Istentől. Visszatérve egyébként arra, hogy a Csendes Otthonért mit vettél magadnak ajándékba?
Emlékszel? Azt hiszem cipőt. Cipőt? Mert gyerekkoromban két balra iszom egy kocs vizet, nem baj? Igyál, nem, abszolút nem baj. És megmaradt a cipőmánia, vagy az csak gyerekkori? Nem. Kérlek szépen, olyan cipőm volt, hogy én szerettem korcsolyázni, és épp, hogy itt jöttünk, itt a Damjanich utca templomnál, ahol vannak ezek a modern házak, az föl volt öntve. És jégpálya volt. Jégpálya volt. Ugye, hát itt laktam a Dembinski bát, innen. Ja, hogy neked ez az egész környék teljesen. Hát persze. Gyerekkorodtól ismerős. Igen. Uh-huh. És olyan cipőm volt, hogy tudod, még úgy rá lehetett csavarozni. Persze, akkor, hát tudom, volt nekem is az első korcsolyám. És kérlek szépen, annyira vékony talpa volt, hogy kettőt mentem, és úgy levált a talpa. És az apám hazamentem, és mindig megszögezte. De legközelebb megint levált, és az iskolában nyomódó gyerekekkel jártam, és mondtam, hogy annyira szeretnék egy fekete-fehér lakcipőt, de annyira szeretnék. És azt hiszem, születésnapom volt, vagy karácsony, már nem tudom, és az apám kiment a Teleki térre, és vett nekem egy ilyen cipőt. Hát te láttad volna azt a boldogságot, csak két balláb volt. Tényleg? Jézus. És én úgy jártam, tudod mi az, hogy, vagy így. Én tudom, kacsaláb. Úgy jártam végig, és azóta is megvan a cipő már. A cipő, az nálam, rengeteg cipőm vannak. Rengeteg. Cipőre és ételre, tehát a főzésre, a vendégségre nem sajnálom a pénzt. Azt mindent megveszek, ami étel. Háborúban, hát az apám ellopta a lóhalól a kukoricát, hogy legyen mit ennünk, szóval. Igen, szóval. De azzal együtt, hogy akármilyen nehéz volt, én kimerem azt mondani, hogy csodálatos életem volt. Ha még egyszer kezdhetném az életemet, akkor ugyanígy csinálnám, az összes nehézségekkel. Hát persze, mint a világháborút, azért azt kihagynám. Meg az utána a Rákosi poét, hát én még békekölcsönt is kellett, hogy jegyezni. Igen. És, de két dolgot, azt biztos két dolgot, azt nem csinálnám. Egy, nem váltam volna el a Petrovics Emiltől. Miért váltál el a Petrovics Emiltől? És a másik, hogy elfogadtam volna a Várkonyi ajánlatát, hogy menjek a Vígszínházba. Na jó, akkor tartsunk sorrendet. Előbb a szakma, aztán a bulvár. Miért nem mentél el a Vígszínházba? Kérlek szépen, mert ott meghívtak engem a Liliumra, mint Muskátnét. Mm. És állítólag jó is voltam benne, mm-hmm. nem tudom. Én soha nem tetszett magamnak, és semmit nem nézek meg. Komolyan belül se tetszel? Tehát az, hogy nem vagy hajlandó kimondani, hogy ebben jó vagy, az annyira megismerem. Azt az tetszett, hogy a Vígszínházba mehettem. Tehát a tény tetszett, hogy ott tetszett. Foglalkoztatnak. Na most én ugye akkor már az Operett Színházban, hát már volt egy kisebb korona a fejemen. Uh-huh. Na most a Vígszínházban akkor a Rutkai, a Súlyok, az összes nagyágyú ott volt, és elképzeltem magam, hogy én az Operett Színházban már kis Erzsébet királynő első udvarhölgye, és én imádtam, mert a Rutkai mamával, meg mi egyházban laktunk, a Rutkai édesanyja. A Rutkaimnak az anyukája, meg az én anyukám együtt járt vásárolni. Tehát imádtam a Rutkait, és tényleg szerettem. Most egy kicsit elkalandozok. Én Molnárt, ha kimondhatom, azt úgy tanultam megjátszani, hogy amikor az Éva Molnárt játszott, akkor a Seregi Laci édesanyja volt a nézőtéri felügyelő, és mindig bementem. Játékok, nem tudod, hogy hány Molnárt láttam a Rutkaitól, és én fogtam és jegyeztem, hogy milyen point, hogy tényleg? Igen, igen. Nekem nagyon-nagyon fontos volt azt a lazaságot, én egy kicsit merevnek éreztem magam, de azt a lazaságot,
Szóval nagyon sokat loptam el a Rutkaitól azt, hogy hogy kell csinálni. És én nem mertem. Nem mertem. Ő mondta a Várkonyi, hogy ő műzikeleket akar csinálni, uh-huh. meg minden. Ahol te lettél volna a királynő. Ahol... Hát nem akart senki se énekelni helyetted. Se a Súlyog, se a Rutkai, gondolom. Igen, de én akkor ezt nem fogtam fel. Nem uh-huh. fogtam fel. Azon kívül, na most, ha ott maradok, akkor talán életem legfontosabb szerepét a Lola Blaut nem uh-huh. tudom eljátszani. Azt, hogy én az Operett Színházban annyi mindent hoztak be azért, a West Side Story-tól kezdve a Chicagóig, a La Mancha, tehát mikor játszhattam volna én a Darvas Ivánnak, filmen, tévében, igen, uh-huh. nem, de színpadon, más egy tévé szerepet megcsinálni, mert ugye az darabokba veszik fel, de egy ívet, egy nagy ívet, Azt élvezetesebb játszani? Sokkal, és tehát élő valami, uh-huh. élő valami, mert ha a színházba játszom, akkor egyik nap valami nem sikerül, így a másik előadáson kijavíthatom. És én tudom azt, hogy mit rontottam el. Uh-huh. Na most a Horváth Ádámmal a tévében úgy lehetett dolgozni, nem szólt, gyere csak ide, azt mondja, nézd meg. Mondom, ugye itt a... Tehát, szóval visszatérve arra, hogy... De a Vámos rendezte a Vámos László a Lola Blaut is, nem? Azt a Seregi rendezte. Seregi? Seregi. Össze-vissza. Ő a West Side Story-t rendezte. Aha. Összekevertem, bocsánat. Hát nem baj az. Igen. Na, akkor iszom. És akkor, na jó, oké, tehát akkor nem mertél elmenni, ezt kibeszéltük a Vix Színházba. De van benned hiányérzet a prózai megnyilvánulásokkal szemben? Tehát, nincs, mert rengeteg prózai. Azért, hát, hogy neked aztán annyira na de, minden készségedet kihasználta a pálya, hogy de kérlek szépen, nem igen lehet hiányérzeted. Én nekem volt egy elképzelésem, hogy látván sok ilyen nem nagyon jó dolgokat, én akkor 50 éves voltam, amikor megsértődtem a Operett Színházba. Volt rá okod? Volt, de most erről nem szívesen beszélnék, mert fekvő emberben nem rúg bele az ember. De hívtak két színházba. Én a József Attila Színházba akartam menni, mert tudtam, hogy mindenevő színház. Mm. És az Iglódi Pistát nagyon, ő akkor volt a főrendező, és mondtam neki, hogy azt mondta, hogy mit szeretné játszani, mondom, Brechtet, én nagyon szeretem Brechtet. Én aztán a József Attila Színházba a Koldus Operát is mm-hmm. eljátszottam, tehát József Attila Színházba a harmadik Richardot, az éjjeli menedékhelyben, a Lukács, szóval sok olyan dolog volt, de én vidékre is úgy szerződtem. Ugye Kecskeméten volt olyan Kazimír vitt le Miskolcra, utána a kikötésem volt, akkor, hogy prózát is játszak, Kecskeméten a doktor Németh Antal vitt le, a Németh Antal, és ott játszottam a Puktól kezdve, megint a Liliomban, a Liliomot mindenhol eljátszottam. Éppen aztán végig mondtam, hogy ha kell egy Lilium, kis Jávor Bajosszal vállalom bárhol a Liliomot. Na jó, figyelj, ijesztően fogy az időnk. Miért mondtad azt az előbb, hogy nem váltál volna el Petrovics Emiltől? Miért döntöttél rosszul? Mert abban a pillanatban, hogy elváltam, már hiányzott. És utána, hát több mint 20 évig, hát köszöntünk egymásnak, de nem voltunk valami nagyon jóba. Akkor lettünk megint jóba, amikor megszületett a Zsófikám. Unoka. Az unoka. Meg már az Eszter esküvőjén is együtt ültünk. Én egyedül,
ő pedig barátnőkkel körülvéve, de most ezt túlzok, mert mindig csak egy volt, akit én ismertem. És mintha elfelejtedött volna az a 20 vagy 26 év, amit mi nem éltünk együtt, és ugyanúgy folytattuk a beszélgetéseket, mint ahogy akkor abba hagytuk. És rádöbbentem arra, hogy pótolhatatlan a hiánya, hisz amit én tudok, azt én mind tőle tanultam, nem a szakmába, hanem privátin. Uh-huh. Hogy melyik könyvet kell elolvasni, mikor megyünk el képtárba, mikor milyen íróval találkozunk. Hát az Emilnek olyan hatalmas művészi baráti köre volt, hogy hát csak azt vesszük, hogy a Petőfi Színházban, ugye ő volt az igazgató, zeneigazgató, és a két dramaturga, Karinti Cini meg az Ungvári Tamás, akikkel aztán rögtön az Örkény Pista, Szabó Pistával hetenként találkoztunk. A Nagy Laci az valami bájgörcs volt. Na most, és a válással ez nagyjából, mert minden válaszból a barátok vagy az egyikhez uh-huh. csapodnak, vagy a másikhoz csapodnak. Nem, nagyon sajnálom, mint ahogy... Elkapkodtad a válást? Igen, azt hiszem. Igen. De hát nem tudtad volna visszacsinálni, vagy nem akartad? Akkor már lehetett volna, amikor megszületett az unoka, de akkor már annyira aglegény voltam, hogy már akkor... Aglegény voltál? Igen, akkor már megszoktam azt, hogy ha leteszek egy bögrét, akkor... Na most még azt is kell tudni, hogy én a színészetemet és a magánéletemet el tudtam választani. El tudtam választani azért, mert más... Tehát... Az Emilnek négy szem közt elmondtam, hogy ez vagy az, nagyokat bőgtem, hogy meg ez, de ő engem mindig meg tudott nyújtani, de most otthon feleség voltam, hiába volt segítségem, az Emil csak azt szerette megenni, amit én főztem. De hazajöttem a tévéből, majd a revüket, meg ezeket a sanzonokat, meg bizonyos darabokat a tévébe, mindig őzök a fene egyemben. Jaj, de hogy őzöl. Nem is veszem észre. Kérlek szépen. Senki sem veszi észre. Már megint őztem. Éjszaka csináltuk, ugye? Mert akkor mindenki 10 órakor végzett a színházba, 11-kor dréfertig lehetett éjjel dolgozni. És volt úgy, hogy hazajöttem, és megcsináltam a paprikás krumpit, minden, hogy amikor hazajövök, akkor ha ő előbb ment el a Zenakadémiára tanítani, akkor tudjon ebédelni, odaadja neki az asszony, aki nekem segített, de én főztem. Szóval nagyon-nagyon... Akkor te sokat tettél ezért a házasságért. Ő is, mert azt hiszem, hogy a milyen jópofa házasság volt, és a mai napig nem tudom megszokni, hogy meghalt. Tehát, igen, nem tudom megszokni, nagyon sajnálom, és nem is volt még olyan interjú, hogy ne említettem volna meg. Uh-huh. Eszter a lányod, Petrovics Eszter, sokkal inkább a papája természetét örökölte, mint a tiédet, nem? Nem tudom. Mert akkor, amikor éppen nem komolyodsz el, akkor te, hogy mondjam, állandó interakcióban vagy a környezeteddel. Beszélsz, mozogsz, eltáncolsz dolgokat, elpantomimezel dolgokat, örökké. Nagyon nagy hőfokon élsz. Az Eszter pedig nyugodt, visszafogott, kiegyensúlyozott, nagyon komolyan veszi a dolgát, egy brilliáns ember, csak nem olyan az alap természete vagy az attitűdje, mint a tiéd. Mérhetetlenül szorgalmát, tehetségét...
Azzal nála se volt baj. Szorgalom, Emil tehetség, is az ilyen abszolút. Volt. Én is ilyen voltam. Ott nem lehet megállapítani, hogy kiét viszi. Nagyon-nagyon odafigyel arra. Nála nem létezik férsz munka, legalábbis úgy él. Uh-huh. Én is úgy éltem. Ugye itt van a Zsófika unokám, a zeneszerző nagypapával, a tévés szerkesztő rendező Erkel Díjas anyukával. És primadonna nagymamával. És hát nem vagyok primadonna. Hát, de voltál. De nem is voltam, mert nem. A primadonna, annak hangja magasabb, én egy sötét mezzó vagy. Ó, bocsánat, és azt soha nem hívják primadonnának. Azt hittem, hogy az elfoglalt szerepkör. A szuper primadonna az Oswald Marika. A primadonna, a Németh Marika, Kalocsai Zsuzsa, ezek a... Én azt soha nem tudtam. Akkor te mi voltál? Én egy nagyon jó musical színésznő vagyok. Ó, édes Istenem! Értem. Nem, színésznő vagyok, aki Kossuth Díjas. Aki mindent tud. Elfelejtettem mondani, hogy Kossuth Díj, Jászai érdemes, díj. Kiváló, érdemes, Kossuth. Kiváló, minden. Halhatatlan. Halhatatlanok társulatának tagja. Igen. Lábnyomokkal, meg mindennel, amit csak lehet. Igen. Nincs olyan, amit ne kaptál volna meg. Igen. Hát... Na de akkor csak elhitted már, hogy ez így rendben van. Lehet, hogy nem hívják primadonnának műfajilag, és én ezt elrontottam, de mondjuk az én agyamban, meg még pár millió ember agyában te vagy a primadonna. Igen. Igen. Mm-hmm. Igen. Hát sok mindent csináltam. Kérlek szépen... Várjál már! Elfelejtetted elmondani, hogy a Karádi adott egy kalapot. Azt én nagyon akarom hallani. Miért adott neked kalapot? Ez ilyen elkent történet. Miért? Kérlek szépen, hogy jól nézek ki, és adott nekem, mert a Frank Ilmának volt egy nagy kalapszalonja a Váci utcában. És az ki volt a Frank Ilma? Egy kalapos. Ja? Uh-huh. És kérlek szépen, kalapszalonja volt. Ugyanúgy, mint ahogy a Kalmár Marinak is. Aki volt vendégem volt. Igen, itt, nem azért sokkal korábban. Igen. Aki nagyon jó barátom, a Kalmár Mari. A Kalmár is, de hát együtt voltunk a Lakner bácsinál a Kalmárral. Meg az anyukámmal, csak azt nem tudtátok, az anyukámból nem lett színész, de hanem más lett. Igen? És nagyon, nem csak, hanem kaptam tőle egy ilyen kis árpés parfümöt is. Ha körülnézek, talán még mindig megvan, pedig annak már jó pár éve. Megvan az üvege? Talán még kell. Megvan valahol. Őrület. Hát a Senyei Verától kaptam egy kristály bögrét, az is megvan. A Domján Edittől kaptam egy kis szelencét porcelánból, az is megvan. Tehát én ezeket gyűjtöm, van egy vitré, nem tudom, hogy ciki. Nem ciki. De a premier ajándékokat oda beteszem. Mm. Nekem nagyon értékes. Szóval jött a kalap egyszer csak? És kérlek szépen, vagy valami névnapom volt, és hát egy gyönyörű ilyen, tudod, ilyen, hát Bözsike a Dembinszki utcában egy ilyen vacak anyuka által készített kartonruhába, ami itt lógott, itt a férszki, ott a férszki, és kaptam egy kalapot. És azt mondta anyukám, hogy Bözsi, vidd le a szemetet, és én felvettem, és hát hova vegyem fel ezt a kalapot. Nagyon sokáig őrizgettem, adott nekem egy kalapot, mert azt gondolta, hogy ez nem. Igen, nagyon-nagyon kedves, tényleg nagyon kedves ember volt. Állítólag egyébként Amerikában kalapszalonja is lett később. Igen, nem? Nem. Nekem a másik ilyen, a Muráti Lili, aki nagyon jó barátja volt a Léner Péternek, és egy premiéren egymás mellett ültünk, és hát beszélgetett, és utána együtt banketeztünk, meg minden. Az is nagyon a Muráti Lili. A Turai Idával együtt léptünk fel, tehát az nem. De amikor a Jávor hazajött, a Jávor, és a Bartók teremben együtt léptünk fel, a Jávor, és mondtam is neki, édes drágám, tudja, hogy mennyit mosogattam magam miatt. Elmondtad neki? Azért, hogy lásd a moziban. Igen, ezért. De te ugyanaz, próba végén, hölgyeim, uraim, műszak, ülünk le az Anna Espresso-ba. És mindenki a vendége? Mindenki, mindig mindenki a vendége volt. Pedig akkor ő már
kicsit megtört, hát már betegez kapott. Nem szerettél bele? Nem. Nem? Semmilyen partnerben nem szerettél de, bele? De, bele szerettem, de nem kellett volna. Akkor erről ennyit? Tehát igen, sajnos igen, erről igen, nem tudhatunk igen, meg többet? Igen, igen. Semmilyen intimitást nem árulsz el most karácsonyra a nézőknek? Hát annyi mindent elmondtam, hogy... De semmit az érzelmi életedről. Nagyon szépen beszéltél a volt férjedről, mint egy a legfontosabb érzelmi érintettségként kezelted Petrovics Emil. Igen, mert senki mást az életemben nem szerettem úgy, mint őt. Na most nem azt mondom, mert 20 év után... Már 10 év után is a szerelem elmúlik, ugye? De valami csoda volt, és hát a gyerekem. Hát hogy? Hát a gyerekem, ami számomra, ugye, két dolog fontos számomra. A gyerekem, az unokám, és az a környezet, hogy szeretetbe tudjak élni. Tehát nekem ez rettenetesen fontos. Ez ügyben nincsen semmi probléma. De a színházban is nem tudok úgy játszani, nem tudok úgy próbálni, ha érzem, hogy valaki nem úgy közeledik felém. Mert én lehet, hogy privát én nem ülök levele, és nem csacogok egy fél órát a büfébe, hanem de bejön a színpadra, akkor én azt imádom, szeretem, és ő az Isten, és leborulok előtte. Érted? De én kiharcolom azt, hogy a színpadon szeressen a rohadt életbe, mert akkor én nem tudok úgy játszani, tudod? De én mindig lemegyek a színpadon és a békaseggibe. Bopádon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon jó volt téged hallani, és Isten éltessen, 10 év múlva is csináljuk meg ezt, jó? Majd elintézem ott fönt. Hát jó. Intézd el, téged komolyan vesznek ott fönt. Köszönöm, hogy itt lehettem veled. A nézők nekem, köszönjük. Nekem ez egy nagyon nagy öröm. Nagyon nagy öröm, hogy beszélgethettünk. Hát még nekem. Mindjárt sokba fogunk kitörni, csak előtte még elköszönünk. Elköszönünk önöktől, úgyhogy heti jégbüfé lesz majd a jövő héten, és minden bizonyal, és a legfantasztikusabb 90 évest, akit csak láttam életemben, őt látták, Galambos Erzsit. Viszontlátásra!